Tényleg, dicsértessék a Jézus Krisztus! Húsvét reggelén végigjártuk Gyergyószent Miklós határát, a feltámadás legyőzhetetlen hitét, örömét hirdettük meg a nagy természetnek. Beleimádkoztok szép szülőföldünk világában, hogy a csobogó patakok hirdessék, hogy van feltámadás, hogy a daloló madarak énekeljék, hogy a mi örökségünk a föltámadás. A nyiladozó virágok szépségükkel hirdessék, van föltámadás. Örök nagy igazság, hogy minden tél után tavasz jön, és minden halál után föltámadás következik. A halottaiból föltámadt Úr Jézust arra kérjük, hogy maradjon velünk, adjon mindnyájunknak kegyelmekben gazdag húsvétot. Ezt kívánjuk lelkipásztorainknak, az egyház közösség aprajának és nagyjának, minden jelenlévő családjának. Főtisztelendő, főesperes úr, keresztény testvérek, atya! A nagy hét szertartásai szembesítettek a gyűlölet és a megáltalkodottság uszításával. Lélekben szereplői lehettünk a világ történelem legmegrázóbb drámájának. A síránkozó asszonyokkal leborultunk az ég és föld közé emelt szenvedő előtt. Tanúi voltunk a rettenetes halálnak és az eltemetésnek. A mai napon a szent asszonyok és a tanítványok nyomdokán hitet tettünk, hogy miután megfeszítették, meghalt és eltemették, harmadnapon föltámadott a halottak közül. A trappista szerzetesek az év minden napján ezzel a két szóval köszöntik egymást. Memento mori, gondolj a halálról. Húsvétkor módosítják a köszöntést, és az első találkozás alkalmával egy kis virágot, a tavaszi kankalint, ezekkel a szavakkal nyújtják át a szembejövőnek. Memento vivire. Gondolj az életre. A húsvét hajnalán megnyílt sírból ugyanez hallatszik. Gondolj az életre. Az élet a mindenség mozgatója. A világok születnek meg, és újak szűnnek meg, és újak keletkeznek. Népek hullnak ki az idő rostáján, és Isten újakat rendel helyükben. Kultúrák halnak meg, és új kultúrák születnek. Ősszel a természet is elhal, majd tavasz jöttén mozgolódni kezd, és az elmúlás hantjai alól napvilág riparkodik. Mindez, ami a természet, emberek és népek életében történik, örökös harc az elmúlással szemben. Minden szívdobanásunk, lélegzetvételünk, tettünk, gondolatunk és érzésünk az ember élet utáni oldhatatlan vágyát, élni akarását bizonyítja. Erre a kioldhatatlan vágyra válaszol a húsvét megrendítő valósága. Jézus az üres sírra mutat, bizonyítva, hogy igaz, amit tanított. Azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben legyen. Megengedi, hogy szenvedés, fájdalom, keserűség érjen, de mindenből ő is kivette a részét. Roskattan, összetörten, gyűlölettől és gúnytól üzve vitte a keresztet, hogy a szenvedés értékéről és életfagasztó erejéről meggyőzze az emberiséget. Az elmúlás és a halál törvényé lett a világ rendjében, de Jézus föltámadása által bebizonyította, hogy a halottak és az eltemetett igazságok föltámadnak. Hogy mindannyiunk számára, ha akarjuk, van új, örökké tartó élet. Isten a világ mindenség mélyéről
szeretettel tekint ránk, és nagyobb jövőt, nagyobb feladatot szán nekünk, amennyi földi életünkben belefér. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten segedelmével visszaérkezett határkörülő testvérek Krisztus feltámadását hirdető közösség. Isten segedelmével visszaérkezett határkörülő testvérek Krisztus feltámadását hirdető hívő közösség. Határ kerülni jártatok. Találkozni vágytatok a föltámadt Jézussal. Remélem, ez sikerült, és nem az az ember érkezett vissza, aki a reggel elindult. Hiszem és remélem, hogy a föltámadt Jézussal való találkozás egy új látásmódot adott. Mire gondolok? A húsvét evangéliumból megtudjuk, hogy ketten futtak az üres sír felé. Péter és János. Azt is megtudjuk, hogy mindketten ugyanazt az üres sírt nézik, de nem ugyanazt látják. Péter az üres sírt látja, János viszont a föltámadt Jézust. Ez egyébként is Szent János apostol egyik jellegzetes vonása. Egy valamit néz, de más valamit lát. Képes a dolgok mögé látni. János az, aki a Tiberiás tópartjáról a többiekkel együtt figyeli a feléjük integető idegent, és ő az, aki elsőnek ismeri fel benne a föltámadt Jézust. János apostol olyan hívő ember, aki a földi valóságokat nézi, de mennyei igazságokat lát. Ezt a látásmódot kell nekünk is elsajátítanunk. Sajnos gyakran mi csak nézzük a dolgokat, de nem vagyunk képesek kiolvasni a mögöttük meghúzódó jelentést, üzenetet. A hit szemével kell néznünk, hogy lássunk is. Uram, hogy lássak. Ez volt a jerikói vak forró ohaja, és ez kell legyen a mi imánk is. Ma különösképpen szükségünk van ilyen látásmódra, mert az, amit első tekintetre látunk, nem sok jót ígér. Nehézségeket, munkanélküliséget, sok panaszos embert, válságot látunk. Talán felmerül bennünk a kérdés, vajon Isten is látja ezeket a nehézségeket? Ha igen, akkor miért nem tesz valamit az ártatlanokért és a kicsikért? De, hogyha a hit szemével nézzük a dolgokat, akkor képesek leszünk felfigyelni Isten szeretetének apró jeleire is. Ma is vannak árvákat nevelő családok, segíteni akaró és tudó emberek, a nemzetért, a közösségért tenni akaró emberek, és bővíthetném a sort. Szent Jánosnak elég volt egy tekintet az üres sírra, hogy lásson és higgye. Mit is látott? Ugyanazt az üres sírt, mint a többiek, mégis volt Jánosnak egy titka, amely ilyen tiszta látást adott neki. Ő tudott a szívével nézni. A szívvel való látást tud igazán látóvá tenni. Nemzetünknek, székely népünknek, e város lakóinak ezt a fajta látásmódot kell elsajátítania, hogy az emberben mindenek előtt az ember lássa, hogy merjen álmodni és egy szebb jövőt építeni. Egyedül ez nem megy, csak összefogva Isten segítségével. A föltámadt húsvét hajnalán ezzel bátorított a tanítványait. Bátorság, ne féljetek! Én legyőztem a halált, nézzétek, a sír üres, van reményteljes jövő. Ezt üzeni ma is, 2016 húsvétján. Testvér, ne félj! Fölöslegesen ne aggódj és ne gyűlölködj, mert megfogni a melletted lévő embertestvéred kezét, közösen haladva egymás értékeit elismerve, Istenbe vetett hittel álmodj egy olyan jövőt, amelyben az élet civilizációja és nem a halál kultúrája nyertes. Krisztus föltámadt, valóban föltámadt.
Tisztelt ünneplő közösség! Tudjuk bizonyára mindannyian, hogy a szívünkben a legnagyobb örömet ma a föltámadás ténye teszi. Engedjék meg, hogy mi, akik a határkerülésből most jöttünk vissza, ehhez az örömhöz a magunk módján egy keveset hozzátegyünk. Szeretnénk köszönteni Önöket két énekkel és egy verssel. Az éneket előadja az Alfalvi Török Adél, a Salamon Ernő gimnázium végzős növendéke. Ő az, aki komoly szakmai tapasztalattal a vidékünket nagyon sok zenés, énekes rendezvényen képviselte. Kérem, fogadják szeretettel! Húsvét hajnalán. Alig várták, hogy jöjjön a reggel, és most bánatosan, illatos kenetekkel sírva sietnek a sír felé hárman, epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. Ím ébred az élet, és támad a nap már, a madarak kara csak egy fénylő sugarat vár, és csattog az ének, szál által a légen, fel-fel az ég felé, csak úgy, mint régen. Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék, mikor a mester előttünk ment még, és ajkán az élet igéi fakadtak a szomjazóknak, a fáradtaknak. Volt-e valaha riasztóbb álom, mint ez a három nap, ez a három, mikor aki folyvás csak életet mentett, vagy gyilkos kezek fogják meg a szentet, viszik diadallal, a főpap elében rágalmat, gúnyt vágnak tiszta szemében, és suhog a korbács, csattog az ostor, hol aki megvédje, a hős, az apostol, és az atya hallgat. Mély csendül az égen, és most hajnalik újra, csak úgy, úgy, mint régen. Hogy meghurcolták, mint egy gonosztelőt, s még volt, aki gunnyal nevette őt,
amint tövistől a vére kicsordult, úgy kell felemelni az utcai horbul, köpdösve, gyalázva. A fára szegezték, de ő ugyanaz volt, ott is szeretett még, ott fent a kereszten anyát és oroszlót, könnyed hulajtót és gyilkos sebet osztót. Ó, jaj, a halálig mindig szeretett, viszik az illatozó kenetet, és sírva sietnek a sírfele hárman, nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban. Hogy látnák szemükbe keserű könnyekkel, milyen csodálatos ez a reggel, a pálmafák két szegélyén az útnak súgva-búgva valami titkot tudnak. A virágok át harmadkönnyeken már látják felragyogni fényesen az élet napját, és azt hirdeti minden, a sírban nincsen, a sírban nincsen, ők mégis mennek, gyászolva, sírva, betekinteni az üres sírban, az angyal előtt megdöbbenve állni, föltámadott, élő mesterre találni. Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szívet, a nagy péntekit vett és vigyet. Könnyesen, aggódóan, búsan, amint van, s keresd a Krisztust, keresd a sírban. Nem, úgysem fogod megtalálni ottan, eléd fog állni, föltámadottan. Az Úr vezessen végig az úton, szerte szét, ha sodor is a sors. Mert ha ő benne bízva bízunk, nagy örömben majd találkozunk. És míg újra látjuk egymást, szent kezében őrizzem meg őt. Szent kezében őrizzem meg őt. Letér az útról a gyarló ember, ám lelkében Jézus hangja súg. Kövesd a hangot, azt mondja néked, én vagyok az élet és az út. Meglásd újra, szent kezében őrizzem meg őt. Tisztelt jelenlévők, engedjék meg, hogy egy gondolatot megosztak önökkel, mielőtt plébános atya minket útra enged, hogy köszöntsük a Szent Miklós plébánia körül összegyűlt híveket is. Megszívlelendő az a tanács, az az útmutatás, amit az atya adott ma nekünk a jövőbeni magatartásunkat illetően. És úgy megfogalmazódott bennem most, amikor jöttünk fölfele, hogy nagyon sokszor abban hibába és gondban esünk, hogy nem találunk olyan embereket, akikre esetleg föl tudnánk nézni, akinek a munkáját tudnánk tisztelni, becsülni. Pedig én úgy gondolom, és remélem önök ezzel egyetértenek, hogy ezek az emberek itt élnek közöttünk, nem kell nekünk tévéből kiválasztani, itt vannak, itt tevékenykednek, ambíciót, becsületet, virtust és mindent mutatnak, amire nekünk szükségünk van. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek, bizonyára nagyon sokan ismerik azt a 84 éves Lukács Vilmos bácsit, aki a magyar zászlót tartó fiatal ember mellett 84 évesen többedik alkalommal a fölvonuláson, a határkelőrésen részt vesz. Én úgy gondolom, hogy betyárbecsületből, tisztességből, ambícióból, kitartásból és mindenből egy példát tud nekünk mutatni. Én úgy gondolom, a jó Istennek tetszik, ezt akartam mondani, hogyha a tetszésünket tapssal fejezzük ki, hát szóljon ez a taps,
Lukács Vilmos bácsinak a jóisten éltesse, és bízunk benne, hogy sok-sok éven keresztül minket a jelenlétével örvendeztetni fog. Köszönöm a tapsaikat! Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békébe! Ó, én üres jó Istenem, ott almazom segedelme, vándorlásban reménységem, ínségemben vágy engedem, vándor fecske sebes szárnyán, hogy annyit szeretnék végén mondani, hogy mindenkinek meg szeretném külön köszönni a Szent István templomnak, a plebánusának, meg a híveknek, hogy kijöttek, fogadtak nagy szeretettel, és ha valaki úgy gondolja, föl lehet jönni a Szent Miklós térre, vagy Szent Miklós templom térre. Meg szeretném köszönni külön itt akkor most már a rendőrségnek, a helyi rendőrségnek és mindenkinek, aki segítette nekünk a határkerülésnek zökkenésmentesen való lebonyolódását. És nem utolsóban hangosítás, mert általában ki szoktam felejteni Bajkó Lászlónak. Na és akkor a lovasokat viszont meg szeretném kérni arra, hogy összeszedetten ügetéssel szépen vár a hotelig, hogy az időt tudjuk behozni és ne késünk el fentről. Köszönöm szépen megértésüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Indulhattok!
mennek vissza, mennek vissza. Jönnek mindjárt, jön a Petrénk. Robjárás meg, hogy mondjuk a sárga mellé.